Vendégem pedig Nagy Bandó András, humorista, író, közíró, publicista, akit nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök, hiszen idén 75 esztendős, ebben az évben írt egy könyvet, mögöttem az életcímmel. hát egy műtéten is átesett, amiről már sokan tudunk, hála is te jó egészségnek örvend, és hát festi ezeket a csodás képeket. Két év alatt 183 festmény készült el, valamennyi itt látható. Bandó, András, nagyon nagy szeretettel köszöntelek! A 183 a kétharmada. A kétharmada, ezek szerint akkor. Hát Esünk túlzásba. Soka, hát több mint 300 képet festettem. Most mondhatom azt, hogy a javát hoztam el, de így se igaz, mert van pár olyan java, amit otthon tartottunk, mert azt nem szeretnénk más kezében tudni. Azaz ezek közül vásárolhat, aki eljön, de az otthon tartottakért mi rajongunk annyira, hogy ezt nem akartuk kitenni se. Van itt is néhány olyan, amelyik szintén az első 10-20 képből való, és annyira erős a ragaszkodás, hogy nem tudunk megválni. Van egy ilyen mondásom, hogy a kezdő festőnek két gondja van. Az egyik, ha egy képét se veszik meg, a másik, ha megveszik egy képét. Mert fáj, ugye, hogy el kell ezektől, búcsúzni a gyermekét. Én úgy festem a képeimet, hogy örömforrás számomra, és a Volt Gog című kép, amely négy napra forgott ábrázol, majd megmutatjátok vágóképbe, az például most már hat gazdára akart találni, de mivel az első tíz festményem között volt, ezért nem akarnék megvárni tőle. Már néhányan agitáltak. A lényeg, hogy akkor, amikor a karantén kezdődött a pandémiával, akkor jöttem rá, hogy most jött el az a pillanat, amit én hajdanán úgy fogalmaztam meg, hogy életem utolsó húsz évében festeni szeretnék. Ecsetek, tubusok, lemezek, minden megvolt, de tologattam. És mikor elkezdtem festeni, akkor azt mondta egy barátom, hogy hát akkor csak 90 két-három évig élsz, mondom, nem, most én változott, most fejbe de most éjszint. változott, életem utolsó 30 évében fogok festeni. Tehát a dolgot én döntöm el akkor is, és tényleg nagyon aktív vagyok, mert a közben, hogy festettem, születtek meg az egyoldalas novellák, amelyekből 400 íródott bele a mögöttem az életcímű kötetembe. Itt is egy parafrázisról van szó a Emil vagy Román Roland könyv címe adta az alapot, előtted az élet. Én 75 évesen elmondhatom, hogyha nem is a halált várom, de 75 évvel már azt kell mondani, hogy mögöttem az élet. Ami előttem van, az a ráadás. Ez olyan, mint egy futballmeccsen, hogy döntetlennél még hajtunk, hát ha egy góllal el tudjuk dönteni, és a legvégén még a 11-es rugások jönnek. Na de ez nem sportról szól, mert az egész életem a sporttal telt. Ez az úgynevezett faluház, ami a polgármesteri hivatalban található, amikor megérkezünk, akkor tulajdonképpen két teremben található, de teljesen dugig a festmények. Az első teremben hajléktalanok portré láthatók többek között. Te voltál az az ember, aki az országban 1990-ben, ha jól emlékszem, or... 90-ben igen, igen. 90 az ország első hajléktalan szállóját szállását megalapítottad. Mi ez az, ez a nagyon erős érzelmi elkötelezettség a hajléktalanok iránt. Háromféle választ is lehetne talán mondani, de az egyik az, szociálisan érzékeny vagyok, mindig a kisember humoristája voltam, és én tényleg nem hagytam senkit soha az út szélén. Én ha láttam egy embert összeesve, akkor nem azt néztem, hogy ő részeg, vagy azt, hogy, hogy ő összeesett, hanem azonnal mentem, hogy mi a baj ott haver. Így kezdődött a hajléktalan történet is, láttam őket a déliben, tüntettek, hogy mi is emberek vagyunk, ez volt 90 telén, január-februárban, utána hoztam össze azt a csapatot, 500 hajléktalant a déliben, akiknek egy szónoklatot tartottam, ők toltak föl oda egy összeállcsolt pódiumra, onnan elvittem őket Csillebécre, onnan Keleti György segítségével Budaörsre egy baraképület sorba, és az lett az ország első hajléktalan otthona, és amire én büszke vagyok, én birtokolom a 10 centis aranyal lefújt szalmaszálat, Ar aranyszalmaszál a hajléktalanokért, és elsőként kaptam meg a hajléktalan emberi díjat is. 58 portré van a külső teremben. Őket lefotóztad, és úgy maradtak ő, meg, hogy emlékezet alapján? Nem, Mihály Filászló barátom, akivel ott ismerkedtünk, összekészített egy dokumentumfilmet, az a cím, hogy Rongyos forradalom. Földolgozta azt a történetet, ami ott velünk történt. Én négy hónapot töltöttem velük. Közben, amíg ő oda volt Nász úton, a saját kamerámmal portrékat készítettem VHS kazettára, és ezekből a filmekből fotóztam ki az arcokat, azokat, akiket később megfestettem. Ezek közt az akkori kor jellegzetes sajléktalan figurái vannak megfestve, Köztük például a nagyépítész Makovesz volt a nagybátyja a Makovesz Gyulának, aki hangadója volt a déli csapatnak, vagy Klima Sanyika, aki a legdadogósabb ember, akit valaha ismertem. Ő lett például ott az otthonban a könyvtáros. Sorolhatnék még nagyon érdekes történeteket, de a lényeg az, hogy először Csillevécre kerültünk velük, ott már hajvágás, fodrászokat vittem föl, lajtoskocsi, keleti gyuriék adtak zuhansátrakat, Tehát egy óriási változás be, állt be abban a pár hónapban a Léktanuk életében, akiket akkoriban, és a festményeken van kettő olyan, akin raktapaszok vannak, akiken raktapasztok vannak, őket bőrfejűek verték meg. És ez annak idején a déliben, idézőjelbe teszem, nagyon így működött. Megvetették őket, senkiknek nem tartották, ezért tüntettek, hogy mi is emberek vagyunk. És ezt a 80 képet, amiből 50-80 kiállítva, portréként megfestve, arra gondoltam, hogy az én ö, emlékeimet idézve az én dolgom megfesteni, csak egy példát mondok, köztük van Lévai János, aki 50 évet élt, 90 márciusában halt meg, ő Víjon verseket mondott mindig a Moszkva téren, Víjon volt a beceneve, és a Farkas Réti temető főigazgatóját fölhívtam, mikor ő meghalt ott a téren, és ő, ő Dafke adott nekünk egy urnatárolót, közvetlen szomszédságában Rákosi Mátyás dupla urnatárolójának. És képzeld el, egy ekkora urna, amit az orosz urna az nagyobb, mint a magyar urna, bár az ember az kisebb, és ez az urnatároló melletti lett a Víjoné, és körülbelül 300 hajléktalan velem együtt búcsúztatta ott Villont. Ilyen még a farkas réten soha nem történt. Hát ezek is a történet részei. Úgyhogy ezt kiállítási anyagként festettem meg, de hát most már néhányan jelentkeztek a képekre, hogy ezekből ők vennének, mert ha otthonukban is van egy ilyen arc, aki szembenéz velük, az jó. Ezt én nem gondoltam, de úgy néz ki, hogy ez is megtörténhet. az első teremben, szintén láthatóak portrék, híres emberek portréi. A zeneszerzők. Zeneszerzők. Magto Wagnerik, 22 Miért? Zeneiránti vonzalom, vagy a klasszikus zeneiránti vonzalom? Vagy Én mindig, ha, ha írok, akkor klasszikus zene szól, de amikor olyasmit írok, akkor Pink Floydot hallgatok, tehát ez nem egy kizárólagos, de Mendelssohn, Elmore, Hegedű verseny, vagy egy Mozart, vagy több ő, ő, zene egymás után, ez nálam mindennapos. És itt a sarokban mögöttem, majd megmutatjátok vágóképpen, van a Vivaldi Violin című képen, Az indított el először egy hegedű a kép témája, amelyben a, a zene beleszövődik szinte a hangszerbe. Ennek volt egy társa a Mozart muzsika, azt egy barátom már magáinak tudhatja. És ezzel indult el, és mikor a, a két hegedűs képet megfestettem, akkor gondoltam azt, hogy megfestek tenyérnyi portrékat a zeneszerzőkről, mindegyiket hallgatom, tehát közön van hozzájuk, és a köréjük festett színek adják a zene hangulatát. És ami érdekes, hogy innen föntről indul el Vivaldi négy évszaka, és körbejárja Vivaldi fejét, tehát a folyamatossága megvan, vagy például Soppent beleillesztettem egy olyan kis közegbe, amiben csak ő fér bele, és körülötte szól mindaz, amit én zongorába hallgatok tőle, de egyébként a, a nagyzenekarai műveit is hallgatom. Vagy például Karl Orff a Carmina Buránát hallgattam, miközben a portrék köré festettem az ő, ő Carmina Buránába szőtt muzsikáját, és pont akkor lett kész, amikor a zene is véget ért. Ez egy olyan emlékezetes pillanat, hogy most is borsózom bele. Ben a, amiben ebben a helyiségben viszont ö, csodálatos tájképek, a természet iránti vonzalmad mutatkozik, mert nagyon színes a paletta szó szerint. Ezek valóságos ö, tájaképek, vagy pedig a képzeleted alkotja? Én ö, ugyanúgy, mint több más festő csinálja, úgy járja a világot, hogy vagy a telefonja, vagy a fényképezőgépen állva van. Én annak idején fotókiállítást is csináltam, jelesül a Pécsi nagyállomáson. Ott volt akkor egy ilyen kiállító terem, de ugyanígy nőtt bérlem a a galériában. Tehát én amikor fotózom, akkor nem azon vagyok, hogy kis emberkéket fotózzak, akik az szeretteim csupán, ezt most is megtesszük, hanem azokat a világnak azon részeit, amelyek szinte keretbe illenek. Ugyanígy bejártam a világot, ugye Brodyval, meg Zoránékkal turnéztam Kanadában, Amerikában. Ausztráliában föléptem, jártam Görögországban, Olaszországban, mindenütt úgy fotóztam, hogy egyszer majd ezeket fogom megfesteni. Itt van egy fal, ahol Santorini van középen, fölötte Patmos, amit eleve Anvas Bélától is olvastam, és képileg is meg tudom ragadni, vagy az Adria környéke. A másik falon ott vannak a, a három kép van a békás szorosról, fölötte van az Zongora lecke, ami egy RDI tájat mutat egy szalmakalapossal, majd vágóképben megtaláljátok. De itt lent van három orfűi kötődés, az egyik egy pirkadati horgászása szürke színeivel, aztán ami fölkerült a meghívónkra is, a tótükör, annak van itt egy nagyobb változata is, és alatta egy orfűi erdőrészlet, az a legszebb munkáim egyike volt, úgy értem, megfesteni, körülbelül 15 féle színe van az erdő fáinak, mert mind elmosódik a végén, vagy onnan tündököl ki a átfényből. Úgyhogy megvan az abaligeti hármas keresztről egy kép, és a kanadai ősz is azt hozza, amikor kint voltam Bródival egy ilyen nemzeti parkban, mellette az öreg stelázsi, azok az általam gyűjtött edények sora, plusz egy koponya, amit Kecskemétről mentettem haza, ahol egy temetőt rúgtak szét azért, hogy fölépüljön Leninváros, és aztán a bal túlsó sarokban ott pedig nagyon sok csendélet, virágok, gyümölcsök. Akkor szóval van egy külön fal az idősekről, ott például a Kolozsvári Julika néni, az olyan, az első tízben lévő festményeim egyike, ha akit személyesen ismertem, Kolozsvárot, aludtam a szobájában, ott kaptam egy ágyat, mert mindenkit szétszórtak a házban, hogy ki hol fog aludni, és Julika itt megírtam a Sosem volt Toszkán a című regényemben is. Tehát ő egyszer már írott formában is az olvasók kezébe kerülhetett, másrészt pedig meg is festettem, sőt, amikor faragtam itt Orfűn, akkor Julika nénit megfaragtam szoborba is. Most jött eszembe, hogy őt háromféleképpen is megidéztem, és ez is mutatja az idősek iránti vonzódásom, miközben én magam is közben 75 lettem, de már fiatalon is nagy tisztelettel és szeretettel figyeltem és törődtem az idősebbekkel. Nekem 30-35 évesen körülbelül 10-15 olyan nyugdíjas néni volt levelező társam, akik imádtak engem, szinte unokájuknak tekintettek. Sőt, egyikük rám akarta adni a bútorait, aztán valami családtagja elkezdett közbelépni, pedig ő azt mondta, hogy senkire nem akarom adni, mert mind élősködők vagytok. Nekem a nagybandó kedvencem, én ezt nem erőltettem, de ezt ő ajánlotta föl. Fantasztikus, ilyen emlékek jönnek elő. És ott van egy idős házas pár, az a békés polgári nyugalom, ahogy ők ballagnak valahová, nem tudjuk hová, a piros fölsőben az az idős hölgy, mind a ketten őszen. Ezek is az én kedvenc témáim, tehát maga az ember is érdekel. Otthon van Portré Márairól, Eszterházi Péterről, van egy locs ikon, ahol a locsot, a festőt én még egyszer megfestettem és van egy nagyon jó idős portré Rettegi bácsiról, akit Kézdi Vásárhely környékén fotóztam le, és itt az ajtón kívül öt hajdani orfűi öreg képe is falon lóg. Béla bácsi ő, ő, horgászni járt ide ki, a többieket pedig személyesen ismertem, Mariska néni, Nagyferkó barátom anyukája, Margit néni, Vécés néni volt, Mari néni pedig az erdőlakó, akit nagyon sok ismertek, sokan ismertek itt. Úgyhogy a Rudi az például parkolóőr volt. Tehát én nekem fontos, hogy emléket őrizzünk azokról, akik az elődeink voltak, itt például akár Orfűn. Ezeket a képeket, ha megfestetted, ugye itt lélek, meg a fantázia kell, hogy működjön. Igen, ám csak ezért ugye ehhez kész kar kell, ez várból megy, ugye fizikálisan, és neked azért volt szívműtéted, ugye Az többször nem is zavaró. történt. nem zavaró. Nem zavaró? Nem, terhelted nem. túl magad egy kicsit? Nem, ah nem, én ezt úgy nem. kezeltem, akkor is megmondták, hogy a szíved van erős, egy energiaközpont, de a, a, a maga a, a csomó ott hibás ahol nem kéne, hogy hibás legyen. És ezért kaptam a pacemakert, és én utána is már hívtak a szívbetegek egyesületébe, hogy ezentúl járjak oda, és udvariasan elhárítottam, hogy én nem szívbeteg vagyok, csak a szívem beteg. Tehát a szívemnek van valami baja, másrészt pedig a pacemaker megkapásától kezdve vagyok egészséges. Tudnék, ez pótolja azt, amit a szívem nem tud. Sokat sportolsz, edzed magad, beszélgettünk erről korábban, és olyan jó felépültél, hogy ezt mindannyian látjuk, hogy te műsorokat az jársz körbe az országba, a is. És 70 évesen te három és fél órás műsorokat adtál egy Tehát elmondható, hogy 75 évesen két órás műsorral járod az országot. Az úgy indult, hogy lesz egy két órás aktuálpolitikai kabarém közéleti, de utána arra gondoltam, hogy idézek föl valamennyit a múltból, és a két óra után egy szünet, majd másfél óra műsor. Na most ez valószínű Guinness rekord, csak hát én nem ugrálok ezért, de ha azt mondom, hogy ebből volt Pesten egy négy órás változat is, akkor tényleg hanyadő mindenki, hogy többen megkérdezték. Jó, a közönségnek se könnyű végigülni három és fél négy órát, de te hogy bírod fönt? Ezt én se tudom, de én olyan fizikális edzettségben vagyok, azzal, hogy otthon súlyzózom, azzal, hogy ottó csillizek, ami a hasizmat erősíti. Ezek mind az egyéb időtöltéseim közé vannak beékelődve, közben festek, írok, kislányom naplóját írom folyamatosan, több mint ezer oldal a gépben, hogy én tulajdonképpen én is magamtól is megkérdezhetném, hogy hány olyan 75 éves? találnánk, aki ezt ugyanígy végigcsinálja. De hát közben én apa is vagyok, nem csak nagyapa, ugye 18 éves az unokám, 12 a kislányom, én nem öregedhetek meg mellettük egy, kettő, egyébként se akarok. Én mindig azt mondtam, hosszú életet akarok élni, de széleset, telítenni valóval, és csak akkor akkor hosszú életet élni, ha egészséges tudok maradni. A mögöttem az élet 400 ilyen egyoldalas novellában mesél általam az emberiség történetéről. Itt előjönnek pallas aténétők kezdve, Szenekáig nagyon sokan, akiket külön-külön egy történetbe egy furcsa véggel megírok. És ebben az egész emberiség történetbe ott van a bibliai történet is, ami ugye egy misztikum, ha úgy vesszük, hogy a, a vallásosok más gondolnak, mint én, aki hittel élő vagyok de előjönnek a bibliai figurák is. És ebben az egész történetben találtam meg a helyet, hogy az én életem mozaikjait úgy építsem ebbe az egész emberiség történetébe, hogy emlékezem ott is Montág Imrére, Györfi Sanyi bácsi biokertészre, Tandi Szegedi íróbarátomra és sok mindenki másra. Eközben ott van az én életem is, és mégse emlékirat. De ha úgy vesszük, akkor a mozaikot, ha valaki összerakja, akkor azt mondja, hogy na ez körülbelül az egész emberiség történetben, ez a pici rész 75 év jutott a bandónak. Volt a műsoromban egy ilyen mondásom, hogy, a, 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 hogy mennyit jelent az emberiség történetében, vagy a világ történetében az én évem. Ha egy gombolyag madzagot veszünk, és ezt egy ollóval elvágjuk, az az egész a világ története, a vágás helye az én 75 évem. Ugye ennyire picolik vagyunk a világban, de amikor ez a 48. könyvem egyébként, amikor egy könyv végére érek, akkor az eddig eltelt életem összegzése mégiscsak benne van, és egyrészt szarkasztikus humorral is, sőt, úgy is zárom, mert a befejező tétele, egy személyes találkozás a halállal. Ezt értsd úgy, hogy elbeszélgetek a hozzám érkezővel, aki majd egyszer, száz éves koromba jönni fog, és ő kérdez arról, hogy elégedett voltam -e az elmúlt életemmel. És versben mesélünk oda-vissza, nagyon érdekes, ilyet még senki nem írt, és akik már olvasták, jönnek a visszajelzések, lehengerlő, dobtunk egy hátat, stb. De ez a jó, hogy én mindig újítok, bár a sosem volt Toszkána, meg a még meg nem haltak is, ha úgy veszük az idősödésről, a idős ápolásról, illetve a méltó halálról szól. Nincs más témája az emberiségnek, a legnagyobb téma az írók számára, az élet és halál így együtt. Szóval várd a lehetőségeket is, Igen, hogy de én azt elvihes, mondom, de... én nekem az, az tudni uh -huh. mi lenne a legnagyobb öröm? Igen. Ki se kéne mozdulni Pécs környékéről elmennék Tolnát, azt mondják, jár be Tolnát Baranyát, na most én Somogyba, a baranyai településekre, bárhova, ahova hívnak, végre nem kell túl messzire mennem, Csíklaci barátom elvisz engem, hogyha kell autóval, amikor én már nem autózom, és olyan műsort adok, amit megemlegetnek. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, akár céges voltam, akár egy falunapon, akár csak egy kultúrázban, vagy megünnepelték azt, hogy ez a Pali még 75 évesen is mit tud, vagy úgy nevettek, ahol, ahogy egy stand nem, hiszen nem ő alatti poénok mennek, hanem még mindig fölépítem a műsort. Egy megszerkesztett, olyan anyag van mindig az agyamban, a három és fél négy óra ma is állhatna, de két óra nagyjából az, amit a közönség elé viszek, és sokszor elég, mert nagyon pörgök olyankor is. Nem tudok kevesebbet adni, csak addig megyek föl a színpadra, amíg ez az, hogy mondjam, ez a hallatlan adni akarás megvan bennem. Mindig azt mondtam, hogy én akkor vagyok győztes a színpadon, ha a közönség a nyertes a nézőtéren. Ez így van. Hát ez a kiállítás, amit most látható körötünk, ez június 8-áig megtekinthető. Akkor szedjük le, tehát Ugy hetedikéig hetedik jöhetne. Igen, hetedikéig lehet látogatni, ugyanis itt a faluházban minden hónap második péntekén új kiállítás igen. nyílik másoknak az alkotásaiból. Igen. Ami még plusz hozzájött, hogy az elmúlt szombat vasárnap is itt voltam, és a vasárnap délutánt estig itt töltöm, és akik jöttek, hallatlanul boldogok voltak, körülbelül olyan, mint az a 140-150 ember, aki a megnyitón is itt volt, hogy azt mondták, hogy ez egy szeretett cunami, cunami volt már. Miért elbúcsúznék végleg, illetve a műsorban és tőled, azt igyezzük meg, nem tudom, arról nem biztos, hogy volt szó. Régen volt, egy tartott, 1990-ben te itt Orfűn polgármester voltál. Hát annyira, hogy az ország első megválasztott polgármestere voltam. Nem én akartam ezt, de itt a falusi velem egykorúak rábeszéltek. Nagy feszültség volt bennem, hogy vállaljam vagy sem, mert én tudtam, hogy nem 800 ember polgármesterének kell lennem, hanem 8-10 millió ember humoristájának. Az az egy év meg is viselt, mert nem írtam közben új anyagot, nem jártam föllépni. 0-24 órában végeztem a munkámat, holott csak társadalmi tisztségű polgármester voltam. De amikor rám szakad a munka, és van tennivaló, akkor nem tudok másra figyelni. De köszönöm szépen a, a, beszélgetést, és reméljük, hogy ez is egy picit ilyen szeretett cunami lesz, mint ahogy említetted a képeiddel kapcsolatban. Nagy jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen. Minél jobban szélesíts ki a hátra lévő több évtizedet. <laughs> Hosszú széles. Hosszú széles, mint ahogy említetted. Sok könyve gyerekeknek, felnőtteknek rengeteg fest, mint hogy azt mutat, hogy hogy ez egy harmada a 180 kb. Két, két akkor elmondható, hát, hogy elmondhat hát, talán egy a képet ha -ha. festettem. 150 kép. Hát köszönöm szépen, hogy a vendéged lehettünk. Kedves nézőnk, önök Nagy Bandó Andrást hallhatták, láthatták. Maradjanak velünk legközelebb is viszontlátásra.